Jaszenszky Zsoltot, a DJ Szövetség egykori elnökét, Hut Gergely propaganda televíziójának jelenlegi műsorvezetőjét pár éve tulajdonképpen még kedveltem. Lazább, nyugatosabb, a világot jobban értő közszereplőnek tűnt, mint a jobboldali véleményvezérek zöme. Úgy éreztem, nem fél, hogy kamerák előtt is normális embernek mutatkozzon. Tudom, hogy ez nem valami sok, de Gajdi Csottó, Bencsik András és Bajer Zsolt rossz fejségének, agresszivitásának és önérzetes szolgaságának kontextusában felüdülés volt egy olyan arcot látni, aki merevedés nélkül tud beszélni Orbán Viktorról, aki nem érez kényszert, hogy mindenáron előadja Vas Albert legkedvesebb unokáját, és aki nem abban a görcsös, gicses, hazug operett magyarságban utazik, mint a jobboldali véleményformálók derékhada. Nem buzizik, nem zsidózik, és ebben a közegben már ez is felüdülés. Kurva jó. Jaszenszky Zsolt picit olyan volt nekem, mint egy nagyon kelet-európai Milo Yiannopoulos. DJ, aki farmerben és pólóban nyomja, aki mer szexről beszélni, aki szereti a nyugati kultúrát, miközben konzervatívnak vallja magát. Az általa képviselt progresszió persze mindig is nagyon messze volt Milótól, a 2016-os Trump kampány csoda fegyverétől, aki egy addig ismeretlen közéleti identitást vitt színre a harcosan meleg, harcosan konzervatív, harcosan feminizmus kritikus, zsidó-katolikus, görög-angol homoszexuális véleményformáló képében, aki az amerikai alternatív jobboldal ikonja, aki szívből rajong Donald Trumpért, és aki álláspontját mindig rendkívüli nyelvi erővel és kifinomult BBC akcentussal fejti ki. I wish you could lift this place up and drop it in, you know, it's somewhere in America, drop it in Massachusetts, or drop it, you know, drop it in California. Milo Yiannopoulouson nem találtak fogást a demokraták. Az identitáspolitikai érvek és a karaktergyilkosságok nem működtek ellene. Hogyan kell homofóbiával, bigottériával vagy antiszemitizmussal vádolni egy homoszexuális zsidót, aki úgy öltözködik, mint Elton John, és büszke arra, hogy annyira meleg, hogy azzal még a globális klímaváltozás sem veszít el a versenyt? Look, I like to make a lot of jokes about women because I don't have to pretend to like them because I don't want to fuck them. Hogyan kell rasszizmussal vádolni azt, aki annyira rajong a fekete férfiakért, hogy el is akar venni egyet? Hogyan kell fasizmustól rettegni a rózsaszín zakó és a segre feszülő bőrnadrág láttán? A progresszíveknek ezekre a kérdésekre nem volt válaszuk. És miután kirekeszteniük nem sikerült, csak hamar kiderült, hogy a feminizmus kritikájához meg az iszlám kritikájához hozzá sem tudnak szólni. Mert ez a rednekek által körberajongott média szereplő olyan érvekkel és olyan kritikai szempontokkal szállt szembe a kulturális baloldal dogmáival, diktátumaival és valósághamisításával, amelyek 20 éve még a liberálisok identitását képezték. Amerika elméletileg a szabad, bátor emberek hazája, a valóságban rendkívül szorosan kézben tartott társadalom, és a szólást erősen cenzúrázza nem a kormány, hanem a többi amerikai. Szólásszabadságra és jogegyenlőségre hivatkozott, érveit pedig a kultúrbalos mítoszokkal, áldozati őhűítéssel és totalitárius gondolkodással szemben tényekre és adatokra építette. Cenzúrázzák a beszédet, az ember az utcán sem mondhatja el, amit gondol, mert hogyha valaki meghallja, akkor abból óriási balhét lehet kreálni. Az amerikai szólás sosem volt szerintem különösebben szabad, ezért kellett talán az alkotmány és az első kiegészítés. Olyan sok irányból igyekeztek ellenőrizni, hogy az emberek miről beszélnek. Donald Trump választási győzelme után Milo Yiannopoulos kettőzött erővel vetette magát a kultúrharcba, hogy aztán részben az eltörlés kultúrájának, részben saját nagyotmondó viszketegségének áldozatává váljon. Egy nap saját identitáspolitikai sérthetetlenségétől annyira megmámorosodott, hogy váratlanul megengedett magának egy olyan provokatív és ostoba nyilatkozatot a beleegyezési korhatár leszállításának igényéről és az idősebb férfiak jótékony szerepéről a meleg srácok szexuális beavatása terén, melynek révén a kulturális baloldal végre elnyerte a régpárt nyerőkártyát Yiannopoulosszal szemben. Megvádolták pedofíliával. Some of those relationships between younger boys and older men, the sort of coming of age relationships, the relationships in which those older men help those young boys to discover who they are. Végre fel lehetett lépni ellene. A közösségi médiumokból kiszorították, profiljait törölték, jobboldali szövetségesei pedig elengedték a kezét. Könyvére kötött szerződését a kiadó visszamondta, $1 millió turnéját törölték. I regret the things that I said. I don't think I've been as sorry about anything my whole life. Milo Yiannopoulos teljesen elszigetelődött, és úgy tűnt a közélettől is visszavonul. Eközben Jaszenszky Zsolt tovább építgette jobboldali megmondó státuszát,
és még azt a fokú autonómiát is megengedte magának, hogy elítélően szóljon a Tiborcz István személyében reprezentálódó pénzes proli veretésről. Én nem ismerem Tiborcz Istvánt egyáltalán, tehát nem tudok a jelenség, én sem nem tudok róla, nem tudok minősíteni. A jelenséggel nem biztos, hogy nem az én ízlésemnek való. A trollkurzust illető súlyos aggályaim ellenére továbbra is érdeklődve követtem DJ Jesse munkásságát. Így teltek múltak a polgárháborús hónapok, míg nem Jesse egy nap az egykori szocialista aranyi fiút, a bulvár nagyhercegét, a hírhedt tévés parazitát és újdonsült fideszes nagyvállalkozót, az egykori sikeres média dögerőt Hajdú Pétert látta vendégül műsorában. Ami pedig ott lezajlott köztük, azt rémálmommal sem tudtam volna elképzelni. Ezt a média pszichopatát ilyen őszinte rajongással az én szemem láttára még soha nem szopta föl senki. Ezt nem néztem ki Jeszenszky Zsoltból. Ezt hogy csináltad? Mert én nekem van egy tök jó műsorom igazából jó arcokkal, itt tök jót csinálunk, de én azért nem tudnék ilyeneket elintézni. Amit a haldoklókból és gyászolókból reklámpénzt vacsaró Mr. Frisbee előtt érdepelve DJ Jesse előadott, az nem pusztán az elemi erkölcs mély meg nem értéséről tanúskodik, hisz ezt az Orbán rendszer elvtelen kiszolgálása tulajdonképpen szabatolja is. Ez viszont már nem más, mint áldozati rítus, a trash, az igénytelenség és az alkalmatlanság előtt. Valamit te tudsz. Jesse, aki elméletileg a zeneiparban dolgozik, a Hathaway néven futtatott útvar retro hulladékra világsztárként hivatkozik. A Hathaway volt nálatok a stúdióban, ez a What is love, baby don't hurt me. Ez a csávó ugye világsztár volt valamikor. Ilyen 90-es években. Hisz, amint a beszélgetés során kiderül, ez a nagyon jelentős Eurodance postartáj Hajdú Péternél vendégeskedett Budapesten. A Peti úrnak lám ilyen nagy emberek a barátai. Itt van velünk a 90-es évek szupersztárja, színpadon Hathaway! Jelzem, hogy Hathaway soha a kurva életében nem volt világsztár. Még csak sztár sem volt. Hathaway még a fénykorában is egy igénytelen szar egysláger előadó volt, aki cseppet sem magasról aztán olyan mélyre csúszott, hogy ma már Hajdú Péterhez járkál haknizni. Mr. Frisbee pedig nem mulasztja el előadni, hogy Hathaway azért volt kénytelen átutazni Magyarországon, mert Ausztriában az oltásra hónapokat kellett volna várnia. Milyen remek alkalom ez Jesse-nek arra, hogy megmondja a helyzet közéleti tanulságát. Tehát bezzeg Ausztriáról beszélünk, ahol minden kolbászból van, és az oltás is sokkal jobban az oltás is kolbászból van. Igen, az is kolbászból van. Nem is értem, hogy nem állnak sorba tömegesen a vakcina menekült osztrákok hegyes halomnál a szakszerű orvosi ellátásban és a gyorsoltásban reménykedve. Pedig ha tudnák, hogy itt milyen jól kezelik a járványt, biztos, hogy jönnének. Csak hát a fake news jár. Jóba vagyok Jeszenszky Zsolttal, és Jesse-t felhívom hozzám. Együnk, ígyunk, dumáljunk. Ezt most vegyem meg hívásnak? Ősszel. Ősszel? Össze folytatjuk, abszolút. A nézők látták és hallották. Természetesen nem marad el a bulvár mocskának tisztára mosása. A kicsiny stáb közös meggyőződéssel alapítja meg, hogy igen, ez megkerülhetetlen. Ez a szar már pedig nemzeti szar, hisz a nemzet fogalmának mértéket adó Rogán Antal és Habony Árpád imádja és nagy kanállal zabálja. Érzed ezt a kettősséget? Tehát egyrészt a társadalom kijelenti, hogy mennyire szörnyű, hogy a közéleti emberek, meg a politikusok mindig a magánéletüket kiteregetik, és hogy ki kíváncsi arra, de közben meg annyira kíváncsiak rá, hogy azok a legmenőbb. Tehát a Facebookon mindenki arra gerjed, hogy mitől Jakab Péter felteszi, hogy mekkorát kakkantott kedd este. A parizertől. Azt hittem, hogy a kenyeréről fogsz beszélni, de... Szóval, hogy egyszerre igénylik az emberek azt igénylik, a magánéleti titkokat, meg hogy bele lehessen kukkantani mások életében, meg utána felháborodnak, hogy persze, miért felegetett ki. Persze, hogy igénylik, hát konkrét magazinok épülnek erre, tehát hogy emberek fizetnek azért, hogy erről olvashassanak. Hát nyilván a legolvasottabb újságok azok a bulvárlapok. Hajdú Péter fürdőzik ebben a helyzetben. Nem gyakran fordul meg olyan társaságban, ahol ő tűnik a legkompetensebbnek. DJ Jesse pedig egy érdeklődő kisgyermek kíváncsiságával még rá is erősít erre az élményre. Az új feladat körödben, a Live TV-nél tulajdonképpen... A kettőt ötvöztük. Ott ötvözitek a kettőt, igen, pontosan. Tehát ez egy tudatos koncepció? Abszolút. Ez a pillanat azonban Jeszenszky Zsolt legkellemetlenebb hízelkedését még csak meg sem közelíti. Következik a rock'n'rollnak feltüntetett segnyalás Zero Plus Ultrája. Mit csinálsz, amitől hát Robert De Niro, Andy Vajna, tehát ilyen emberekkel egyáltalán
ennyire tényezővé válsz. Tényezővé válsz. Hogy nem ég le ennek a Jessinek a pofájáról a bőr, amikor ezt visszanézi. Ez komoly. Pont Jessi ne tudná, hogy ezek mind-mind azért nyilatkoznak Hajdú Péternek, mert megfizeti őket. Bárki bárkivel készíthet interjút, ha mögötte áll Medgyessy Péter lánya vagy a Nemzeti Együttműködés rendszere. Erre maga Jeszenszky Zsolt az élő példa. Ha valaki megosztó, az ebben a szakmában jó, mert az is nézi, aki utálja, és az is, aki szeret. Valamiért az én interjúimat szeretik a nézők. Bevallom, hogy voltak bizonyos illúzióim Jessivel kapcsolatban, de amikor azt néztem, amint önfeledten hajbókol a milliárdos oligarcha előtt, aki egy évtizeden át rákbetegekkel, nemi erőszakkal és gyermeküket elvesztő szülők traumájával szórakoztatta a magyarokat a show műsorában, ezek az illúzióim egy csalásra eloszlottak. Ez működik. Úgy tűnik. Milo Yiannopoulos történetének utolsó epizódja jutott eszembe. Miután a srác mindenhonnan kiszorult és teljesen elszigetelődött, mégsem tudta elengedni a politikát és úgy döntött, visszatér. De hogy hízelegje be magát a konzervatív szívekbe, fiatal fiúkat beavatni várjuk homokos létére, ha ilyen könnyen eldobták és elfelejtették? Milo legyártott egy új identitást. Előadta, hogy nem akar többé elfajzott lenni, úgyhogy elmegy terápiába, hogy kigyógyuljon a homoszexualitásából. Hiába nyilvánvaló, hogy ilyen terápia nincs, hogy ez nem így megy. Ezt a hazugságot Milo Yiannopoulos túl vonzónak ítélte ahhoz, hogy kinézze az amerikai jobboldalból, hogy ellenbírjon állni neki. Hamarosan pedig jelezte, hogy sikeresen ki is gyógyult a homoszexualitásából, és azóta motivációs és politikai beszédeket tart arról, hogy miként kell megszabadulni a démonok kísértésétől. Nyomorult Milo megtagadja a szexuális identitását, csak fogadják vissza a kurzus a kolmelegébe. Ő még mindig szeretné hasznossá tenni magát. Milo gave an interview to this uber religious magazine in which he calls himself an ex-gay and celebrates that he is now sodomy free. Jeszenszky Zsoltnak a Hajdú Péterrel készített interjújában pont ugyanezt a mindenáron való megfelelést látom. Nem bírom elhinni, hogy tényleg tiszteli Hajdú Pétert, ahogy azt sem tudom elképzelni, hogy a meghasonult Milo ma már ne a csávókra gerjedjen. Nem hiszem el, hogy ezekből a színjátékokból bármi is őszinte legyen. Milo és Jessi egyszerűen csak hazudnak, hogy a kurzusoknak megfeleljenek. Csak hogy mit ér a jövőben az a vélemény, amelyhez egy olyan média persona tartozik, aki még egy Hajdú Péter segélyt is kinyalja? Mit ér a fideszes lányok jobban szopnak lazasága, amely aztán Szent Miséhez illő áhítattal hallgatja végig Hajdú Péter Blik címlapra kívánkozó történetét a népmesébe illően jóságos Orbán Viktorral? Behívtam a miniszterelnök urat, és baromi jó fej volt, meg képzeljétek el, hogy itt vártuk. És jön a gyártás, hogy megjött az elnök oda, mondom, hol van? Kint. Mondom, biztos nem talál ide, mert hogy ez egy bevásárlóközpontnak a hátulján van ez a stúdió. És kimentem elé, és egy gesztenyárus nénivel beszélgetett, de így ilyen baromi lazán. És mondtam, hogy nem akarok zavarni, de hogy akkor kezdhetem. Ha, és tök, tényleg nagyon-nagyon laza volt. Hogy elnémult a cinikus röhögés? Micsoda ájtatos csend szállta meg a jelenlévőket, mintha angyal szállt volna el a stúdió felett. A történet rendkívül hihető. Az igazságos Orbán Viktor épp a gesztenyárus nénivel beszélgetett. Véletlenül sem egy török vagy egy orosz milliárdossal, valamelyik velejéig korrupt UEFA vezetővel vagy illiberális nagykövettel. Nem! Egy gesztenyárus anyókával. És ennek a csodálatos emberi pillanatnak van is egy hiteles szemtanúja. Épp Hajdú Péter. A Frisbee a TV2-n egy ikonikus műsor volt. A kultúrharcos indulattól fűtött nertársi közegben, ahol Gulyás Mártonba öten folytották bele a szót, olyan tisztelettel hallgatják Hajdú Péter hazudozását és hencegését, akár csak a mesztelen Anetka Dózsa László történetét arról, hogy milyen volt az az éjszaka, amikor egyszerre hét nőt elégített ki. Fizikailag is baromi jó bírta, mert rettentesen inspirált, hogy azok a pinák, az a hét pina, az akar engem. És ez valahogy egyik túlcsposra volt, egyik tágabb, mint a másik, és megőrült, és csodálatos éjszaka volt. És ma is néha találkozom velük, és azt mondják, hogy soha életükben szexuálisan olyan klassz szexuális élményük nem volt, mint az. Magyarul megpartiztak. És én azt halálosan élveztem. Volt párhuzamosan egy ajánlatom az RTL-től is. Persze, biztos így volt. Ő azonban a TV2-t és a lehetetlen küldetést választotta,
aztán úgy leverte a heti hetes, mint vakapoharat. A TV2-ben azt mondta az akkori programigazgató Kis Péter, hogy kapsz egy szép feladatot, a heti hetest kell megverned. És mondtam, hogy mi? És igen, heti hetessel. És elindítottak heti hetessel szembe engem, ugye akkor én még egy kezdő tévés voltam, és megvertem. Mindössze az nem derül ki Hajdú Péter meséjéből, hogy ez a korszakalkotó tévés, aki a semmiből érkezve képvára fektette a piacvezető RTL-t, hogy a p***ába kötött ki Mészáros Lőrinc lecserélt feleségének vállalatánál, a lófasz által nem nézett live tévénél. Jeszín és kisbarátaink kívül hogy nem értékeli az Orbán rendszer Hajdú Péter műsorvezetői és produceri nagyságát? Magánéleted is azért valamennyire kint van az ablakban. Hajdú Péternek valamennyire kint van a magánélete? Hajdú Péternek konkrétan az az egyetlen teljesítménye, hogy a Blikben, meg a Borsban, a Storyban, meg a Hotban nyomorult hétköznapjainak minden érdektelen percét elhelyezi. Egy fotós lefotózott, miközben nem tudom, pont beleharaptam egy kiflibe, és olyan pofát vágtam, mint aki sztrókot kapott, az Eszti meg felnézett rám, és mint hogyha csak egy szeme lenne, és utána felhívtak, és eldöntheted, hogy akkor ezeket a fotókat fogják használni, vagy oké, akkor csináljuk meg normálisan, és fotózzatok le. Mintha ez kényszer lenne, mintha akkora volna a személye iránti érdeklődés, hogy nem tudja megúszni, miközben valósággal fürdőzik a bulvár szennyes posványában. Mondjuk a plegykalapokat értem, mert az, hogy egy híres, meg egy gazdag ember rosszindulatú plegykákat olvas egy átlagember, az jó érzés. Úgy érzi, hogy lehúzza a Igen. Jó, de nézzétek meg, hogy a reality műsorok hogy működnek, ami arról szól, hogy kukkoz, belátsz mondjuk egy család életébe. És mindenhol működik a világon, mindenhol. Én is szóba kerülök. Rosszul csinálod, és ezt úgy kell csinálni, hogy a magyar kultúrának az Hajdú Péter, mint amikor a BP olaja szétúszik az óceánban. A kultúrának Hajdú Péter egyszerre Mauthausen és Vorkuta. Így kell. Milyen jól hozott Puzsi? Megkönnyebbülés, hogy Bagi Iván és Nacsa Olivér már elkezdte az utánpótlás nevelést. Milyen vicces is, hogy ezt a kultúrbűnözőt én kultúrbűnözőnek neveztem. Bevallom, eddig a pillanatig azt hittem, hogy bár a legtöbb ügyben másképp gondolkodom, mint a pesti srácok, de legalább a kereskedelmi tévés trash, a bulvár, a Hajdú Péter által reprezentált tartalmatlan, érvénytelen és szégyentelen celebkedés egy olyan pont, ahol nincs köztünk vita. Erről azonban szó sincs. 11 éve vannak hatalmon, és már semmi nem maradt belőlük a falangságukon, a cinizmusukon, meg a szolgaságukon kívül. Ők lennének a konzervatívok. Ha Hajdú Péter seggét kell kinyalni, akkor Hajdú Péter seggétől lesz szaros a szájuk. Ők volnának a népnemzetiek. Önmaguk paródiái. A trollkurzus identitás hazugságának nyomorult roncsai. Ahogy Milo Yiannopoulos terápiába jár, hogy kigyógyuljon a homoszexualitásából, úgy járul Jeszenszky Zsolt Hajdú Péterhez, és tagadja meg önmagát, hogy kurzusának kedvében járjon. Ez tehát a normalitás. Így lázadnak a normálisak. Hajdú Péter előtt érdepelve. Alig ha létezhet annyi pénz és akkora hatalom, ami ezt a gyalázatot igazolja.